Arany János több versében is megpróbálja feldolgozni, hogy mi történik az emberben, amikor az igaz ügyért való küzdelemben elbukik. Miközben a kizökkent időn elmélkedik, egyúttal már a jövőbe is tekint, egy olyan időbe, amit csak remélni tud, de nem ismerhet. Arany János egyébként egy pesszimistabb látásmód lengte át, sokkal inkább a rossz dolgokat látta. Akkor hogy pont egy ilyen vesztesnek tűnő helyzetben, mint a 48-49-es szabadságharc utáni évek, hogy ilyen optimista tudott lenni? Rendben optimista volt végül is. Magára erőltette szinte, úgy érzem, hogy annak kell lennem. Tehát én nem érzem, hogy a személyiség mélységéből jön, hanem egy vajudás. Tehát amit leír, az egy kvázi a lelki gyakorlatszerűség, hogy a töprengését, amit lehet, hogy hónapokig eltart, vagy évekig. Én azt gondolom, hogy a nemzet depresszióban volt mai kifejezéssel, és ennek része volt Arany is. De Arany Jánosnak a természethez, a szépséghez, tehát a jóhoz való viszonya még elég erős, hogy ezen áttörjön. Tehát nem materialista alapon, hanem kimondottan szellemi alapon emelkedik fölül az akkori helyzet, ami nem írja le, csak egyszerűen az tehát képekkel mutatja meg, hogy ez borzalmas. A külső és belső idő megélése az átlagember mindennapjaiban is nagyon nehéz, és abban a korban is nehéz volt. Erről a keresztény gondolkodás mit mond? A várakozása? Hát az nem csak a kereszténység, az egész egy emberiségnek egy nagy probléma. Mi az idő? Ugye a fizika azt megtanított minket, hogy az idő olyan nem is létezik, hanem van téridő, és minden ebben zajlik le, amit mi történelemnek nevezünk, és mindent, ami a fizikának is nevezünk. Az idő szemléletében az a lényeg, hogy tudomásra vegyük, hogy mi ilyen picik vagyunk a világegyetemben. Van a világegyetem, ittudatos, elképesztő, felfoghatatlan sebességgel, és mi közben mondjuk kijavítjuk a padlót. Tehát mi ez a világegyetemhez képest? Egy kicsit többet szerettem volna megtudni arról, hogy hogyan gondolkodik ma a pszichológia az időhöz való viszonyunkról és a magányról. Arany János a Magányban című versében a mindennapi fáradt agy magányáról szól, tulajdonképpen azzal indít, hogy nincs idő semmire. Ez olyan gyakori a társadalmunkban, mint ezt elsőre gondolnánk? Talán még annál is gyakoribb, tehát gyakorlatilag azt látjuk, hogy ez most hatalmas közhelynek tűnik, de nagyon-nagyon felgyorsult az életvitelünk. Folyamatosan ezer dologban vagyunk benne, egyre nehezebben tudunk elmélyülni egy-egy tevékenységben, egy-egy élményben. És ez azzal is jár, hogy egyre kevésbé éljük meg az élményeinket, és egyre stresszteribbnek, egyre feszültségteribbnek érezzük a mindennapjainkat. Az emberi elme korábban is hasonlóképp működött, tehát korábban is hajlamosak voltunk elugrálni az élményeinkből, a múltba, a jövőbe, félelmek, szorongások mindig is jelen voltak, de a mostani életvitelünk drasztikusan megnövelte ennek a gyakoriságát. Elég például, hogyha csak az okos eszközök, okos telefonok folyamatos jelenlétét és folyamatos használatát említem. Arany János a versben, mintha harcolna az időben. Van egy ilyen kép a fejemben, ahogy az óramutatót próbálja minden erejével visszatartani azt a kis pöcköt, hogy még ne menjen tovább. Ez csak a forradalom utáni csalódottságban lehetséges, vagy akár a mai ember is megtapasztalhatja azt, hogy nem akarja az idő tovább haladjon. Azt gondolom, hogy egy teljesen általános, univerzális emberi életérzés az, hogy félünk az idő múlásától. Mert hogy van egy nagyon általános igazság, nem élünk a végtelenségig, tehát 80-90 Magyarországon sajnos kevesebb évig élünk várhatóan, és ezt tudjuk is. És ez nagyon-nagyon sok feszültségnek, frusztrációnak és negatív érzésnek lehet a gyökere. Valamit ezzel kezdeni kell. Tehát a terápiákban is azt látjuk, hogy igazából akkor lehet teljes a terápia, hogyha a halandóságunk tényével, azzal a ténnyel, hogy fogy az időnk,
és nem áll a rendelkezésre végtelen mennyiségű idő, hogyha ezzel a ténnyel valamit tudunk kezdeni. Arany János is úgy átlagban a művészek is tulajdonképpen azzal, hogy az idő múlik, azzal, hogy tudják, hogy meghalnak, attól tudnak elméletileg ekkorákat alkotni. Ez nem káros mégis, hogy az emberben folyamatosan benne van az, hogy közeledik a halál, nem őrül ebbe bele? Azt gondolom, hogy ha ez egy fel nem dolgozott halálfélelem, akkor valóban nagyon sok szorongásnak lehet a forrása. Ha viszont eljutunk annak az elfogadásához, hogy igenis halandóak vagyunk, nem élünk a végtelenségig, akkor ez nagyon-nagyon sok esetben gazdagítja az ember életét. Mert hogy súlyt ad a döntéseinknek, rádöbbenünk arra, hogy nem mindegy az, hogy töltöm a mindennapjaimat, nem mindegy az, hogy alakítom a kapcsolataimat. Igenis van felelősségem. És ez egyrészt szorongáskeltő, és ettől sokszor megpróbálunk elmenekülni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez teszi teljessé az emberi életet. Arany János korában mennyire lett volna szükség erre a mindfulnessre? Vagy esetleg falun sokkal jobban kapcsolatban voltak a természettel, és ezáltal sokkal jobban meg tudták élni a jelent? Akkoriban ez talán könnyebben megélhető volt, mert hogy ez megint közhely, de kevésbé volt felgyorsulva az életvitel, kevésbé érezhették azt a nyomást, hogy folyamatosan valami értelmeset, valami hasznosat, és egyszerre 100 dolgot kell csinálni. Folyamatosan cselekedni akarunk, értelmes, hasznos dolgokat akarunk csinálni, kipipálni a feladatokat, pénzt keresni, GDP-t termelni, és ez jó. De hogyha nincs meg mellette az a fajta képesség, hogy csak legyek, csak befogadjam az élményeimet, akkor ez nagyon megterhelő és nagyon fárasztó. Arany János verse másoknak a traumát feldolgozni segíthetett. Ismerjük a biblioterápia műfaját, ami az olvasás általi gyógyulásra vonatkozik, ahol akár verseken, akár más írói alkotásokon keresztül, azoknak a befogadásán keresztül javul az emberek hangulata és gyógyulnak az emberek. Tehát a biblioterápia, mint műfaj működik és létezik, tehát könnyen lehet, hogy Arany verse segített másoknak.